Sziasztok! Ma megint egy hatalmas készletet nézünk meg, méghozzá egy Lego City tűzoltó állomást. Ez az, és ráadásul sorozatos készlet. Van hozzá egy Freya McLeodunk, meg egy Finnünk. Na most ez a Freya McLeod volt ugye a tűzoltó parancsnok asszony. Ez a Finn az, nem tudom kicsoda. Na de, mik vannak a készletbe? Vannak ilyen kis helyszínek, ez valami szemetes tároló. Ha már pizza van a földön, akkor gondolom valami kukafélék. Egy kis fa, ó, kis cica, kis kellék, ó, dalmata, na, nem német juhász, hanem dalmata, ugye tűzoltóknak a márka, vagy hát az ilyen állatkájuk, amik általában dalmaták, hogy miért, azt nem tudom. Na, ott tűzoltó le tud csúszni a létrán, mekkora jó kis tűzoltóautó, és helikopter, ami szintén tud kilőni vizet. Ugye? Ja, oksa. Ez jó nagy ez a doboz. Jó kis tűzoltós rész. Igen, ott egy sorozatos készlet. Megmentik a kis cicát, kocsiba lehet rakni cuccokat. Na, essünk akkor neki ennek a készletnek. Hatalmas dobozával. Mivel is kezdjük? Nem is tudom. Legyen mondjuk a helikopter. Úgyis megtetszett, mert egész jó pörög. Kis propellere. Tetszik ez a kis tűzoltó helikopter. De már mondjuk ez a leegyszerűsített botkormány, ez mondjuk már nem tetszik annyira. Azért jobb, meg hát hogy az üléset, ez hogy nézott ki, ilyen felemás, ilyen, tehát jó, oké, vannak nyilván szebb, nagyobb helikopterek. Ugye a készlethez ez csak egy ilyen kis picike, na, kis por ezen is van. De maga ez a pörgés, ez nagyon jó, hogy ilyen sokáig bírja. Ugye itt lehet van a két kis vízkilövő, ezt majd megteszteljük. Helinek, de mindjárt itt van a pilótája, milyen jó kis ruhája van, és ja, ez még egy arcos, ugye citysek, úgyhogy a pilóta el is foglalhatja a helyét. Úgyni, szuper! Aztán már el is repülhet, de addig kicsit arrébb. De ha megvolt a pilótánk, nézzük tovább a gárdát, itt van mindjárt Finn, nem tudom mi a másik neve. Na, egy arcot kapott citysként, fura. Milyen jó kis mikrofonséró. De ez is valami parancsnok lehet ott a jelvénye, vagy valamilyen központi ügyeletes emberke. Jöjjön akkor Freya McLeod hadnagy, tűzoltó hadnagyunk. Na, ő viszont két arcot kapott. Egy ilyen egybe sapka hajt szokás szerint, meg egy jó kis megafont. Akkor jöjjön az egyik tűzoltónk. Igen, ő a kocsi sofőr tűzoltója. Úgyhogy ezek az újfajta tűzoltó ruhák tök jól néznek ki. Tetszenek nagyon. Na, ő meg csak egy arcot kapott, hát nézd meg. Egyedül Freya kapott kettőt, mert ő a főszereplő. Nézzük mindjárt a másik tűzoltónkat. Na, tűzoltó Csajci arc alapján. Ő is csak egy arcot kapott, viszont van egy jó kis tűzoltó csákánya, amivel be tudja vágni az ajtókat, aztán bejutni. Na most, hogy megvan az öt szereplőnk, ugye pilótával együtt, jöjjön akkora szuper tűzoltó autónk hozzá. Felszereltem ide a létrát az oldalára, mert nem tudtam hova tenni a készletbe. Na mondjuk ő viszont nem kapott ajtót, viszont rendszámtáblát, igen. Kis visszapillantók, sziréna, na meg ez a kilövő, amit majd megtesztelünk. Maga a tűzoltó furgon, hát nevezzük furgonnak vagy autónak, mert hát kamionhoz képest kicsi. Ez inkább ilyen mezei tűzoltó autó vagy furgon. Viszont ez a hátán, ez így jól néz ki ez a dolog, így felmatricázva csak. Megtekered, aktiválod,
és már mehet is teljes fordulatba, egész jó előre, hátra, fölfele, úgyhogy szucsi. Csak hát, először azt hittem, hogy így is lehet mozgatni, így rátéve, de nem, hanem csak így. Ugye, ami volt már a csatornán a tűzoltó hamburgeres készlet, abból ugye a tűzoltókocsinak lehetett itt ezt a részét így körbeforgatni, hát ennek ugye nem. De mondjuk legalább jó is, hogy legalább másfajta dizájn. Hát két ember talán belefér. És ugye a tűzoltó autónk ki lehet nyitni, hopp, már van cuccos, nézzük mi van benne. A kis wokitoki, kis porraloltó, milyen jó, be lehet ott nézni, és ugye, no, ki lehet nyitni, ugye a másik felét is, hogy lehet beletenni. Csak mondom, ez a létra nem itt volt, csak én rátettem ide, mert egyrészt jól mutat itt, másrészt nem tudtam hova tenni a készletnél. Mert ugye ez arra szolgál, hogy majd lehozzák a kis cicát a fáról. Na, de hogyha ő is itt van, nézzük a helyszínt. Egyré, na hát itt akkor megint kézi vezérléses telefon lesz. Ugye úgy van a helyszínünk, hogy... Na, megnézzük először ezt a kisebbet, addig ez itt ide megy hátra. Itt van az egyik, ugye a kis cica fenn a fán, kis aranyos szürke kis cica. Ugye a dalmata az itt figyelgeti. Meg közben a tűzcsapot is, mert lehet, hogy az is érdekli. De rátesszük ide az úthoz, ugye hozzá lehet kapcsolni. Meg össze lehet kapcsolni ugye más szit is készlettel. De ugye itt van még nekünk ez a helyszínünk, ez a szemetes tároló. Amit így érdekes módon itt ki is lehet nyitni. Gondolom azért, hogyha valaki jön a pizzás dobozt itt szépen bele tudja dobni. Nem tudom mennyire látszott, mert nem figyeltem. Na akkor még egyszer. Így szabályosan bele is fér, tiszta jó. Csak ugye ez az alsó rész, ez már nem. Úgy lehet, hogy homályos volt a felvétel így közelről. Na mindegy. Ezt is ide illesztjük az úthoz, és akkor jöhet a közelítés. Ugye jól látható, hogy az úton keresztbe. Itt a kis füves rész. Na, mindjárt találunk rajta egy helikopter leszállót, meg hát az ilyen tartalék vízkilövőt, ami a helikopteréhez ide raktam. Itt van egy jó kis garázs. Hú, milyen jól le lehet rajta ezt húzni. Na de nézzük az épületünket. Van egy felső szint, egy középső szint, és a bejárati lent itt az alsó szintnél, amit mindjárt megnézünk. Ugye itt van ez a rész, ahol a tűzoltónk szépen le tud csúszdázni. Ezt is mindjárt így megtesztelünk mindent. Akkor megnézzük a tűzoltót. Ugye a garázson nagyon nincs mit nézni. Ugye itt a recepció a bejáratnál, találunk egy kis kompjútert, nem fér oda a telefon, úgyhogy kis bögrét. Na, de ugye mi van itt? Hát Frejának az irodája, ahol videójátékozik, még kontroller is van. Milyen kontroller ez? PS kontroller? A kialakítása alapján inkább arra hasonlít, mint a boxosra, az Xboxos. És ugye itt van a Finnnek az irodája fent, kapja az értesítést, meg mindent, úgyhogy... Na, meg ugye a kis rádiótornyok. Akkor helyezzük be a szereplőinket a helyszínbe. Ugye... Na most miért voltam oda? Na mindegy. Ugye a tűzoltónk, amelyik itt ácsorog, ezen a tűzoltó csúsz, de vagy minek szokták ezt nevezni, amiről lecsúsznak így a tűzoltók? Nem tűzoltó csúsz, de valami más, valami... De... Nem tudom a nevét tényleg. Na, miért nem megy ez rá?
Oké. És ugye jön emberünk. Milyen szuperul le tudott jönni. Lassítva, előleg gyorsan is lejön. Nem, de amúgy tök jó, nem? Na, ő már elfoglalja itt a helyét, várakozik szépen. Jöjjön akkor finnünk. Szépen itt becsaplat az irodába reggel. Szavaztok, megjöttem a melóba. Csak hogy ő nem a földszinten melózik. Na, hanem szépen feljön ide, és itt megfigyeli a dolgokat. Jöhet akkor hozzá Freya. Megjön ő is. Ő a hátsó bejáraton megy, aztán már mindjárt neki áll videójátékozni. Amúgy ez milyen komoly, nem, hogy most érted, beraknak egy tűzoltóállomásra egy ilyet, de már súlykolják a mostani generáció, hogy videójátékozhatsz a munkahelyeden is majd. Feltéve, hogyha parancsnok leszel és megengedheted magadnak. Nem beosztott, mi? Na, akkor ők elfoglalták a helyüket. Úgyhogy a helikopterünk az most feljön szépen ide a helyére. Megpróbálom úgy rátenni, hogy ő már ott van fenn. De jó van, milyen fernél lett ember. Na, így, né. Aztán, ha ő is megvolt, jöhet a tűzoltónk, hozhatja a kocsiját. Na, le akartam ültetni gyorsba, aztán nem sikerült. Úgyhogy meg is érkezett. Ám de, tűz ütött ki a szemetesnél. Hát mi történik itt? Gyorsan, jaj, helikopter miatt nem fér el ott fent. Jó van akkor. Kiütött tűz a szemetesnél, akkor pedig gyorsan tüzet kell oltanunk. Mindjárt meg is oldja a tűzoltós kocsi. Határozott mozdulattal beáll ide, becélozza a vízágyúval, és már mellé is lőtt szokás szerint. Jó van, akkor még egy teszt. Egyszer eloltotta mindegyiket. Figyelted? Szuper volt ez a tűzoltó. Olyan terepjárót mondtam, tűzoltó autót. Úgyhogy de most akkor még nem oltották el a lángot. Jöjjön egy helikopter teszt is. Megpróbálom valahogy úgy megmutatni, hogy itt jön a heli, itt a kis vízkilövője, becélozza egyik mellé, de két lövetű. Na, meg beszorul, jó van akkor. Meg elpattam mellette. A helikopterünknek nagyon nem megy ez. Tűzoltó autó már bizonyított. De majd akkor is. Hopp, egyiket elleszette. És a másikat is. Szuper! Mindenki megmenekült, mindenki boldog. A tűz eloltva. Úgyhogy összegezve ez egy nagyon fullos jó kis játszókészlet. Be is lehet építeni ugye városba. Rengeteg minden van hozzá. 5 figura, helikopter, tűzoltóautó, meg kis állatok is. Tűzoltókocsink be is járathat ide. Jaj, tényleg a létra. Na, csak tűzoltóautónk végre betolat. Hát nézd meg, pont nem tudom lehúzni a garázskaput. Na. Úgy mi, benn is van szuperül. És ugye eredetileg ez azért lenne, hogy jön Freya, feltámasztja ezt ide. És már fel is mehet lerángatni a macskát a fáról, de igazából ilyen magasságból szerintem le is ugorhatna vele. Na, szóval úgyhogy ez egy ilyen fullos jó készlet. Úgyhogy ennyi lett volna ez a szebb bemutató. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videóm. Sziasztok!